Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Engem Vaktor Orsolyának hívnak, a Kristályfény Szaga regénysorozatnak a szerzője vagyok. Annak a regénysorozatnak, mely egyszerre foglalkozik az ikerláng, duálpár, egy lélek szerelemnek az energiájával, minőségével és az egész jelenséggel. Ugyanakkor, mivel én magam is azt képviselem, ezért a könyveimben is az nyilvánul meg, és arról olvashattok még, hogy maga ez az egész ikerláng, duálpár, egy lélek jelenség milyen spirituális fejlődés lehetőségeket és milyen spirituális tudatosság emelkedési ösvényeket nyithat meg az életünkben. Most egy olyan kérdésre szeretnék válaszolni, amit kaptam az egyik kommentelőtől, és köszönöm szépen a kérdést, illetőleg itt és most bíztatnálak benneteket arra, hogy bátran kérdezzetek tőlem, hogyha úgy érzitek, hogy van ezzel a témával kapcsolatosan bennetek kérdés, hiszen én magam is már 11 éve élek ebben az energiamezőben, és ezzel az energiával együtt haladva, dolgozva alkotom a regénysorozatomat, a Kristályfény Szagának a misszió, az első rész, könyvét, a másodikat a kód címmel, és a harmadik, ami most fog kijönni ősszel, a korszakot, és jelenleg írom a szagának a negyedik részét, a Kristályfény Szaga regénysorozat negyedik része, a metamorfózis. Tehát abszolút élem ezt az energiát a gyakorlatban is, a hétköznapokban is, illetőleg, hogy mi mindent adhat nekünk ez az energia. Nagyon sok meditáció és hanganyag fűződött le, horgonyzódott le ebben az energiatérben. A vaktorolsaja.hu weboldalon rengeteg olyan meditációs hanganyagot találtok, amely segíti és támogatja a jelenleg a Földön lévő lélekpároknak, ikerlángoknak az egyesülését. Nagyon fontos ez a téma a mostani tudatváltásban és dimenzióváltásban, hiszen a yin-yang pólus az, amit alkímiázunk, átlényegítünk, és a belső egyensúly, amiben szeretnénk visszatalálni, ami az az ősi misztérium, ami a yin-yang egyensúlya, a kifele áradás és a befelé fogadás, befelé áramlásnak az egyensúlya, illetőleg a visszakapcsolódás, ugye az isteni forrásunkkal, az isteni magesszenciával, ebben mind tud segíteni az ikerláng, ikerlélek, duálpár energia, ez mind ugyanazt jelenti. Ugyanakkor azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem mindenkinek útja, nem mindenkinek ez az ösvénye, és nem csak ezen az úton lehet természetesen tudatosságot növeszteni, nem csak ezen az úton lehet spirituálisan fejlődni, ez egy ösvény a sok-sok ösvény közül, és van, aki ezt választotta magának, mielőtt megszületett ide a Földre, a szerelem alkimiai átlényegítő erejét, hiszen a szerelem az egy óriási teremtő erő, egy fantasztikus teremtő energia, és tanít bennünket arra a feltétel nélküli szeretetre és szerelemre, amely emeli a tudatosságunkat a magasabb dimenzionális jelenlétbe. Nos, tehát a kérdés az volt, amit a kommentelő kérdezett, hogy miből és hogyan lehet tudni, hogy ki az ikerlángod. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy ez az energia nem úgy működik, hogy te keresed, és akkor innentől kezdve nagyítóval jársz, kezd a hétköznapokban az utcán, hogy na akkor vajon ki a te ikerlángod. Ez nem így működik. Egyszerűen egyszer csak belép az életedbe ez az energia, és elkezd nyitni téged. Nagyon fontos azt a szemellenzőt levenni erről az egész energia minőségről, az egylélek energia minőségről, hogy ez arról szólna, hogy akkor mikor lehetek együtt az ikerlángommal, az egylélek duálpárommal. Ez nem erről szól. Ez a tudatváltásról szól elsősorban, a frekvenciáknak a megemeléséről, a magasabb frekvencia tartományban, mint magasabb tudatosságban való jelenlétről. Az, hogyha megadatik valakinek, hogy ő az egy lélek párjával együtt tud lenni, abban nagyon komoly belső lélek munka van, és ez nem egy ilyen külső kiválasztottság érzet, hogy na akkor most ki vagyunk-e választva erre vagy sem, hanem tényleg ez egy nagyon mély belső lélek alkimiai folyamat. És az a paradoxona az egésznek egyébként, hogy mire végigvezeted magadat ezen a belső alkimiai folyamaton, ezen a belső átlényegítés
teljesen, amikor is készen állsz egy ilyen magas, dimenzionális, egy ilyen tényleg ilyen elemi erejű szerelemnek a befogadására, addig rá fogsz jutni abba a tudatállapotba, hogy már annyira éled ezt az energiát, hogy nem is az a fontos, hogy éppen vele vagy-e vagy sem, mert olyan szinten kapcsolódsz önmagaddal és ezzel a minőséggel, hogy tulajdonképpen meg tudod élni ezt a szerelmet anélkül is, hogy ő vele konkrétan kapcsolódnál, mert el fog árasztani téged egy magasabb dimenzionális szeretet. Tudom, hogy nem erre a válaszra számítotok, és tudom, hogy mindenki azt, vagy nem mindenki, de nagyon sokan, a legtöbben azt szeretnék hallani, hogy akkor mondjak egy pontos receptet, hogy merre kell fordulni háromszor, majd négyszer, majd ötször, meg hányszor kell meglengetni a kezünket a fejünk fölött, és akkor bejön az ikerlélek. Ez nem így működik. Rengeteg meditációt lehet találni fönt a neten, hogy hogyan vonzd be az ikerlángodat. Nem értek mindegyikkel egyet, nagyon sok mindenkivel igen, és nagyon sok mindenkit én is ismerek személyesen, akik készítik ezeket a meditációkat, de ez nem így működik, hogy hogyan vonzd be az ikerlángodat. Ugyanis, hogyha te nem vagy felkészülve erre a szerelemre, és akár nőként, akár férfiként is, tele vagy még sérülésekkel, léleksérülésekkel, olyan gondolatmintákkal, olyan hitrendszerekkel, ami miatt nem tudsz működtetni egy magasabb, szeretettel telibb, tisztelettel telibb párkapcsolatot, ahol neked elvárásaid vannak, skatujáid és kockáid, hogy hogyan kellene működni egy ilyen szerelemnek, akkor hiába vonzod be a lélekpárodat, és tudod mit? Lehet, hogy be is tudod vonzani, és behívod őt ezzel a meditációval, de nem fog tudni hosszú távon működni, hiszen az egy lélek, maga ez az ikerleng energia, ez az egy lélek minőségnek a férfi és női megnyilvánulása, vagyis nőként a legmélyebb sérüléseidre fogsz tükröt kapni a férfi párodtól, és férfiként is a legmélyebb sérüléseidre fogsz tükröt kapni a női párodtól. Tehát azért óvatos lennék ezzel, hogy na, akkor hogyan vonzzuk be az ikerlelkünket. Ez egy nagyon komoly karmikus tisztulási folyamaton szükséges, hogy átmenjen. Nagyon mélyen magadba kell nézned a gyermekkorodat, a generációs dolgaidat, azokat az előző életeidet, amivel dolgod és feladatod van. Nem biztos, hogy mindennel van dolgod. Nyilvánvalóan azért nem emlékszünk minden előző életünkre, mert nem kell emlékeznünk minden előző életünkre, hiszen a tudásnak, az emlékezésnek súlya van, az, amivel feladatod van, az úgyis szembe fog veled jönni, és akkor azzal ugye tudsz dolgozni azokkal a reinkarnációs időhurkokkal, azokkal a körökkel, illetőleg vannak kollektív sztereotípiák, mikro és makro szintű olyan sztereotíp gondolatminták, hitrendszerek, amelyek esetleg megrekeszthetik egy ilyen magasabb minőségű szerelemnek az áramlását és az áradását, arról nem is beszélve, hogy kozmikus hatások is vannak egy ilyen transzcendens kozmikus szerelem. Szóval ezért ez ettől sokkal összetettebb, hogy na akkor most hányszor kell megcsinálni egy ikerlélek vonzó meditációt, és akkor bejön, és majd éljük a Barbie és Ken kapcsolatot, csak azért, mert ikerlélek vagy ikerlen kapcsolat egyáltalán nem biztos, hogy gyönyörűségesen fog működni, és nem azért, mert ne tudna gyönyörűségesen működni, hiszen nyilván egy isteni mennyei szerelemről beszélünk, hanem azért, mert a kérdés az az, hogy mi magunk készen állunk-e arra, hogy működtessük ezt a fajta energiaáramlást, ezt a frekvenciát. Mi magunk vagyunk-e már ott, tartunk-e már ott frekvenciálisan, hogy ilyen módon tudjuk működtetni ezt a szerelmet. Remélem érthető, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék átadni. És akkor tényleg, hogy kerek legyen a válasz erre a kérdésre, hogy hogyan ismerhetjük fel az ikerlángunkat, az biztos, hogy nagyon intenzív hatást fog rád gyakorolni, és az biztos, hogy nagyon intenzív lesz a jelenléte energetikailag a létedben. Ugyanakkor ez elmondható egy karmikus szerelemről is, hiszen egy karmikus szerelemben is, ami valahonnan, máshonnan, akár előző életekből jön, nagyon nagy energiák lehetnek benne, amik mozgatják. A karmikus szerelem elmúlik.
azt ki lehet dolgozni, még ha sokáig is tart, még ha az én életem is volt ilyen, akár 15 évig is tart, de ez, az elmúlik, egyszer csak elmúlik, és meg tud maradni, hiszen nyilván ebben a spirituális tudatosságban megmarad egy mély szeretetenergia és egy hála, tehát, hogy nincsen negatív érzés, stb., de már nincsen jelen az a szerelem. Egy ikerleng szerelem az nem múlik el. Lehet, hogy eltávolodtok egymástól, lehet, hogy lemegy a figyelem egymásról, de nem múlik el. Ráadásul az ikerleng szerelem energia egy rendkívül kreatív energiát fog hozni, tehát a kreativitásodat fogja támogatni, és ez lenne elsősorban egyébként a célja, hogy elkezdjél önmagaddal kapcsolódni, vagyis az önkifejezésed, az önmegvalósításod. Ez egy furcsa paradoxona az egylélek energiának, nem a másikra kell fókuszálnod, hanem önmagadra. Minél inkább tudsz kapcsolódni önmagaddal, az önmagad valóságával, minél mélyebben ismered meg önmagadat. Gyakorlatilag az egylélek szerelem az önmegismerésről szól. Mennyire ismered a saját működési mechanizmusaidat, a hitrendszereidet, a gondolataidat, a mintáidat, az, ahogyan működsz, az, ahogyan reagálsz a világra. Ez mind-mind visz téged abba, hogy majd egyszer egyesülhessetek. De még egyszer mondom, ez annyira erős energiaminőség, hogy ha erre valaki nem áll készen, akkor ez nagyon-nagyon tud égetni, és nagyon tud fájni, és nagyon tud bántó is lenni, mert a legtisztább tükröt tartja a lélekre. Ugyanakkor vannak a lélekcsalád szerelmek is, és kaptam egy ilyen kommentet is, hogy az ikerláng lélekpár szerelme az semmihez nem fogható, és lehet hasonlót megélni, de ugyanolyat nem. Nyilvánvalóan ez egy nagyon különleges minőség természetesen, de azért szeretném azt is elmondani, hogy még egy karmikus szerelemben is, és egy lélekcsalád taggal való szerelemben is gyönyörűséges, magasságos szerelmet és szeretettel teli energiákat lehet megélni, és lehet, hogy ha olyan sérült egyébként ez az ikerleng minőség, akkor egy lélekcsalád taggal vagy egy karmikus szerelemmel sokkal kiegyensúlyozottabb energiát tudsz megélni, mint mondjuk az ikerlángoddal. Szóval csak azért, mert ő az ikerlángod, nem biztos, hogy tökéletesen fog működni, lehet, hogy nem erre a válaszra számítottál, lehet, hogy most oda kommentálsz, hogy már pedig ez nem így van, semmi baj, mindenkinek joga azt gondolni, amit szeretne. 11 éve dolgozom ebben az energiatérben, 11 éve járnak hozzá egyéni konzultációra ezzel kapcsolatosan, és tartom a meditációkat, és eléritek ezeket a hanganyagokat és meditációkat a vaktorolsolya.hu weboldalon. Ezzel kapcsolatosan most már egy Facebook csoportot hoztam létre, mert már nincs idő arra, hogy egyéni konzultációkat csináljak, úgyhogy egy Facebook csoport van, amiben esetleg, ha szeretnéd, vagy hívást érzel be, is tudsz csatlakozni. Ez a Kristályfény Saga Vaktorolsolya Facebook csoport, ahol folyamatosan osztok meg ezzel kapcsolatosan információkat, videókat töltök föl, illetőleg a YouTube csatornára is fel tudsz iratkozni, az Orsolya Vaktor YouTube csatornára, ahova folyamatosan töltöm föl ezeket a videókat, ezeket az üzeneteket, tanításokat, de hidd el, el lehet indulni arra, hogy már pedig már te akkor is megmutatod, és kívánom is, hogy legyen így, nekem ez a küldetésem, hogy minél több lélekpár találjon egymásra, és tudja megélni ezt a magas szerelmet, hiszen ennek egy óriási kollektív emelő hatása van, ezért készítem nyilvánvalóan a hanganyagokat, tehát legyen így, én azt kívánom neked, hogy találkozz vele, és éld meg ezt a szerelmet, de akkor egy nagyon-nagyon kivételes helyzetben vagy, hogyha ez belső alkímia nélkül meg tudod történtetni. Nagyjából ezt még Jézus meg Mária Magdaléna sem így történtették meg, ők is nagyon mély belső alkímián mentek keresztül, mire megtörtént az ő egyesülésük, és végre tudták hajtani azt a feladatot, amit végrehajtottak lélekpárokként, és ez másoknál is elmondható. Na mindegy, szóval, hogy erről nagyon sokat lehet beszélni, és fogok is még rengeteg videót, tehát a kérdésre a válasz, hogyan lehet felismerni az ikerlángodat, ez majd ki fog derülni, mi az az energia, amiben belevisz téged, nem tudok ilyet mondani, hogy milyen színű lesz a haja, vagy milyen színű lesz a szeme, az biztos, hogy nagyon intenzív hatást fog rád gyakorolni, illetőleg az biztos, hogy bele fog téged vinni a spirituális tudatosság útjába, és valamilyen módon el fogsz indulni a tudatosodás útján. Ez biztos, hogy az egyik jelzője. Nagyjából ennyit tudok mondani, ha kikopik a sok-sok karmatisztítás hatására, akkor egy karmikus szerelem volt,
hogyha egy nagyon mély barátság marad, de elmúlik az a kémiai szenvedély, szerelem, energia, akkor lehet, hogy egy lélekcsaládtagod, akivel egyébként nagyon-nagyon mélyen szeretitek egymást, de nem azzal a szenvedélyes szerelemmel. Az ikerlánggal megmarad a szenvedélyes szerelem, egy nagyon-nagyon mély barátság, de arra fel kell készülni, és arra fel kell készíteni magadat, és befogadóvá kell tudnod válni erre az energiára, mert éget nem véletlenül hívják lángnak. Éget, és meg kell tudnod tartani ezt az erőt, erőssé kell válnod, hogy meg tud tartani ezt az erőt, mert a szerelem az életet ad, de pusztítani is tud. Úgyhogy azért, hogy a te életedben alkotó és kreatív minőséggel tudjon jelen lenni, és tényleg egy mennyi csodát tudj vele megélni, ahhoz meg kell dolgoznod magad belülről lélek és mentális szinten. Ebben segítenek neked a hanganyagok, a meditációk, a meditációs csomagokban tanítások is vannak a vaktorolsia.hu weboldalon a meditációk alatt, illetőleg erről szól a regény sorozatom. Tehát ha te tényleg mélyen meg akarod érteni ezt az energiát, akkor szeretettel ajánlom figyelmedbe a Kristályfény Szaga, Ikerláng, Ikerlélek, Duálpár regény sorozatot, a Misszió Kód, és most jön majd ősszel a Korszak címmel, jövőre pedig a negyedik rész a Metamorfózis, ami pontosan arról szól, hogy ott is a főhőseink, Matt és Izael, mi mindenen mennek keresztül, és az ő reinkarnációik és inkarnációik mi mindenen mennek keresztül ahhoz, hogy azt a mennyei szerelmet megélhessék itt és most. Ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés, és nagyon jelentős a mostani dimenzióváltásban, úgyhogy ha valóban érzed ezt a mély lélekhívást, és nem csak hébe-hóba, spirituális divatból kapcsolódsz ezzel az energiával, hanem valóban mélyen sejtszinten végzed ennek az alkimiáját, akkor tudd, hogy egy isteni küldetésben vagy, és részese vagy a nagy felemelkedés tervének. Szeretettel várlak a további videóimban, és itt a YouTube-on is, a Facebook csoportban, és a hivatalos weboldalamon, a vaktorosia.hu weboldalon, ahol a hírlevélre is fel tudsz iratkozni, ahol folyamatosan küldöm ki az ezzel kapcsolatos közvetítéseket és üzeneteket. Köszönöm, hogy meghallgattál, szia!